Péntek délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Tisza korlátolt felelősségű Európai Területi Társulás a Megyeházán, melynek keretében elmondták továbbra is, Vlagyimir Csubirko tölti be a társulás elnöki pozícióját. A 2015 óta működő társulás volt az első olyan együttműködés Európában, amely lehetővé tette, hogy egy Európai Uniós tagállam és egy harmadik ország közös gazdasági társadalmi célokat fogalmazzon meg. Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye együttműködésében Vlagyimir Csubirko szemeje biztosítéka a jövőre nézve is, fogalmazta meg Sesták Oszkár. Nagyon öröm számunkra, hogy újra Csubirko elnök urat köszönhetjük itt Kárpátalja megyei tanács elnökeként. Ő egy nagyon dinamikus, változtatásra hajlandó, képes és akaró elnök volt, aki az ukrán-magyar államközi kapcsolatok mélypontja közepette is valóban elkötelezett a kárpátalja és a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye különösképpen a megyével való kapcsolatok fejlesztésén és építésén. Számos ötlete volt, kezdeményezése, és biztos vagyok benne, hogy így lesz a következő elnöki periódusa alatt is. Határátlépésügyért sokat kell tennünk, illetve hát a mi most konkrét megvalósítás előtt álló projektünk Jánosiban, Beregszász mellett egy hulladék lerakó megvalósítása, amely megvalósítás közelében van, de még ezen dolgoznunk kell, hiszen ez jelentős mértékben csökkenteni a szilárd hulladék mennyiségét, amely a élő folyóinkba, elsősorban a Tiszába kerül. Példaértékű munka jött létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kisvárda és Kárpátalja megye önkormányzata között a Tisza ETT munkájának is köszönhetően az elmúlt években. A határmenti területek összefogása meghozta a kiemelkedő eredményeket is, de a sikerekért továbbra is tenni kell. Én úgy gondolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja között egy folytatódik, de egy új dinamikus együttműködés fog folytatódni, ami a projekteket illeti. Szeretnénk megmutatni mind Budapest és Kijevnek is azt, hogy új projektek lesznek, amiket kezdeményezni fogunk, és ezeket meg is fogjuk, végre is fogjuk hajtani. A két határmenti megye együttműködése már több mint fél évtizede tart. A 10 sikeres projekt közül 2 jelenleg is folyamatban van, a magyar és ukrán összefogás eredményeképpen.